Az utazási irodák tapasztalatai szerint még mindig sokan vélekednek úgy, hogy egy külföldi utazáshoz felesleges biztosítást kötni, hiszen semmi gond nem történhet. Ám egy váratlan esemény könnyen akár több milliós plusz költséget is jelenthet a pihenni vágyóknak. Bicsérdi Rita, az egyik nyíregyházi utazás szervező cég irodavezetője híradónak elmondta. Az utazás tervezésénél mindig érdemes különböző szempontokat is figyelembe venni. Arra is felhívta a figyelmet, hogy olyan dolgokkal is érdemes számolni, mint például szerepel-e valamilyen extrém sport a tervek között, hiszen ebben az esetben nagyobb a baleset kockázata. Nagyon fontos, hogy olyan biztosítás legyen, ami mindenre fedezetet nyújt, tehát az utasnak tudnia kell, hogy hova megy, milyen célból, és hogy ehhez milyen biztosítást tudjon választani. Ugye nyilván ehhez szakemberek segítségét kéri. Mi általában ugyanezeket az információkat megkérdezzük az utasainktól, hiszen csak ennek birtokában tudunk a számára megfelelő biztosítást ajánlani. A biztosítások általában minden biztosítás tartalmazza betegség, baleset, podgyász biztosítást. De az, hogy melyiknek milyen mértékű biztosítása lesz, különböző tényezőktől függ. A biztosítások napi összege 380 forinttól elérhető, de akár egészen több ezer forint is lehet. Hiszen minél nagyobb biztosítási díjat fizetünk, annál nagyobb kártérítési díjra számíthatunk. A gyermekekre mindig kevesebb, akár 50%-os biztosítási összeget kell fizetni, viszont a kártérítés díj összege egy esetleges baleset esetén is csak 50%-os. De az Európán kívüli utazások biztosítása is más díjtételbe tartozik. Természetesen az Európán kívül mindig felárral dolgozunk. Ugye ez is változik, hogy kinél milyen ez a felár. Ez általában 50-70%-os, akár 100%-os felár is lehet mondjuk egy USA vonatkozásában. És természetesen nem csak az Európán kívüli úti céloknál vannak felárak, hanem a különböző életkoroknál is, hiszen vannak olyan biztosítók, ahol akik az idősebbeket ugye kiemelt kockázatnak tekintik, és ezért ugye rájuk is felárat szednek be. A jelenlegi hazai biztosítási piaci körkép alapján az látható, hogy a biztosítók termékei és szolgáltatásai között nagy hasonlóság figyelhető meg. Viszont utazás előtt érdemes körültekintőnek lenni, hiszen figyelmességgel komoly összegeket spórolhatunk.